Nyírpazonyban az utóbbi években számos fejlesztés és beruházás valósult meg, melyekhez Európai Uniós, állami és saját forrást egyaránt igénybe vettek, több mint egy milliárd forint értékben. A legutóbbi választási ciklusban leginkább a közlekedés fejlesztése, valamint a csapadékvíz elvezetés kapott kiemelt önkormányzati figyelmet. A településen ezeken kívül számos közösségi fejlesztés van folyamatban, legnagyobb mértékben például az óvoda fog megújulni a konyhában és az ebédlőben lesznek beruházásaink. Ennek a nagyságrendje összegben egy olyan 80 millió forint értékű. Két nagy beruházásról van szó, az egyik egy 40 millió forint értékű napellemes beruházás, fejlesztés, a illetve a fűtésrendszer fogja ellátni, fűtésrendszerbe fog betáplálni, ezzel csökkentve a, a kiadásainkat az avoda rezsijébe. A másik pedig egy konyha felújítás, amely két nagy részből fog állni, szintén hasonló nagyságrendben, mint a napellemes pályázatunk. Ez egy eszközbeszerzés, 7 millió forint értékben, és a belső munkákat pedig a teljes épületgépészet meg fog újulni, a villanyszerelési munkától, az épületgépészeti munkáig és a festés festésburkolásig, úgyhogy meg, fel, megújul a konyha, és az önkormányzat fogja a konyháját egyébként tovább üzemeltetni. Az óvodában jelenleg négy csoport található, melyekben összesen száz kisgyermek nevelése folyik. A település fiatalodása következtében azonban a férőhelyigény jóval száz fő fölött lenne, ezért a következő évre egy újabb csoport létrehozását tervezik. A fenntartó ígéretet tett arra, hogy a nyár folyamán a régi szárnyban lévő két csoportszobát és egy fejlesztő szobánkat ötödik csoportá alakítja át, és teljes felújításban fogja biztosítani a meglétét a csoportszobáknak. A berendezéseket, a tárgyi berendezéseket és az eszközöket pedig a intézményünk jótékonysági vájából szerzett bevételből és különböző adományokból fogjuk biztosítani. Az óvoda mellett a két nyelvű iskola is megújul. A már leszigetelt épületben a fűtési rendszert fogják korszerűsíteni. Az elmúlt időszakban az iskola teljes felújításba részesült, külső burkolatot kapott, hőszigetelést, új színezetet kapott egy szép barna, világos barna, sötét barna kompozícióba. Ezen kívül a nyíregyházi tankerületi központ segítségével ebben az évben 19 millió forintért a fűtés korszerűsítésére kerül sor, amikor négy új kazánt szerelnek a kazánházba, aminek eredményeképpen energiamegtakarítást tudunk elérni. Nyírpazonyban jelenleg közel 700 millió forintnyi beruházás kivitelezése van folyamatban, melyek legkésőbb a jövő év végéig be is fejeződnek.